Nálom mindenkinek, sziasztok, skacok, Csőn, de nevők, zsidunk egy újabb videóban, pacsicső! És most ez nem más lesz, mint egy őrült nagy katonai bújócska kihívás! És itt vagyunk a fronton, ahol nincsen fontom, mert angliai vagyok, és ott fonttal fizetnek. Ho-ho-ho, srácok, szeretnétek velem, Szabival vagy Husival karácsonyozni? Akkor csekkedök fel a patreon.hu-ra, ugyanis bekerültek a vadonatúj nagyon-nagyon menő karácsonyi mintás termékeink, illetve lehet ugye plüssöket is rendelni belőlünk. Szóval srácok, siessetek, ugyanis már nem sokára karácsony, és ha ilyen menő ajándékot akartok, akkor bizony sietnek kell, ugyanis lehet, hogy nem sokára el fognak fogyni. Szóval patreon.hu, vagy pedig a leírásban megtaláljátok a linket, csekkoljátok le most. Szóval értitek a dolgot. Na, szóval, srácok, mondjatok valami nagyon jó tanácsot, hogy hol kezdjek. Valamit, mindenki mondjon egy helyet, hogy hol kéne kezdenem. A városba. Atya, gatya. Na, mondd el kis, hol kell kezdenem. Lőj egyet valahova, és oda fogok menni elsőnek. Mi van? És lőj egyet onnan... valahova. Hát nincsenek fegyvereitek, katonai kihívás van, srácok. Jó, várjál. Lövök akkor. Aha, jó, akkor kezdek ott. Na, jó van, köszi a tippet, kis. Szóval, várjál, valahol itt lőttél, szerintem ebbe. Többet nem fogok segíteni. Nem is kell, nem is kell. Mik ezek a lejáratok ide a föld alá random? Ember, kiégek ezektől. Na jó, közben srácok, elmondom mindenkinek, hogy 1000 like-tán jön a következő bujócskás videó. Szóval 1000-re nyomjátok azokat a like-okat, ahogy csak lehet, fejeljetek bele egy jó nagyot, vagy elég, hogyha lenyomjátok, nekem mindegy. És iratkozzatok is fel, ugyanis nem sokára 200 000, ami nagyon durva lenne. Nagyon cseles helyek vannak itt. Itt van Husi is. Szia, Husi! Mi? Megtaláltad, Husi? Nem, csak köszöntem. Hát csak köszöntem, bemutattam már, most nagyon próbáltat izélni. Feltűnősködni, szóval inkább bemutattam, hogy akkor megismerjék. Hát ember! Hát nem tudom, na jó, oké. Itt senki nincsen, ahogy lát. Valaki lőtt. Tesó, nem is itt bujkálsz? Mi? Na jó, nincs ilyen ejtőernyő, hogy lemenjek gyorsabban a házról, mert le nem sétálok innen többet, de tényleg. Baj le. Hát ember. Nem is lehet feljebb jönni. Ja, de feljebb, oké. Ki van ez izélve, taktikázva? Ember, jó, senki nem volt ezen a házon. Rajzoltok ide valami X-et, nem tudom, kéne egy ilyen térkép, hogy tudjak itt rajzolni magamnak. Na jöttök, kimegyek ide a erkélyre. Haló? Valaki esetleg? Ott egy valami, jó, az bárány. Na jó, hogy jussak le innen, én nem fogok sétálni, de tényleg. Srácok, valami ötlet? Nagyon nem, jó, lesétálok. Nem is tudom, hogy hol vagy, ember. Na, jó, jövök le a háztetőről. Melyik háztetőről van, vagy 80 ház? Nem tudom, a random a szélén. Menjél lefele. Jó, megyek is lefele. Ennyi, legalább nem fogsz megtalálni. Na jó, van, oké, hiszi a piszi. Na. Hát, jó, hiszi, működött a fordított pszichológia. Jaj, működött, tudod mi működött? Én megnéztem, én hozzám a legközelebb mindenki van, kívül Dani. Na, oké, nagyon jó. Na, erre most megnézem. Komolyan mondom, ember. Ugye milyen jó nekünk, hogy nekünk van Fernir, neked. Ugye milyen jó nekünk, hogy rohadt nagy városban vagyunk, és bárhol el tudtok bújni. Tényleg, jó, nagyon jó, jó nektek. Soha az életben. Olyan rohadt jó nektek, hogy én kezdek, és a végén kielveszhetem 4 embernek a szenvedését rajtam kívül. Tök jó. Hát nem fogod, mert nem lesz rá idő. Jó, szétlövök mindent, most melegen van. Ember, miért van itt egy random atombomba a város közepén? Azért most így nem tudom. Ilyen random atombomba, hát nem mit tudom, itt egy rohadt nagy bomba. Na jó, oké. Valahol valaki egy ilyen... Mi a szar? Valaki meglőtt egy atomplazma pusztítóval. Mi a szar? Hol vagytok? Ember, gyertek elő! Cici-cic! Jó, megyek, várjál, megyek! Jó. Cici-cici-cic. Hol? Hát ember, hussal, hogy hassak? Mert te só valahol... Istenem... Te sóim, de komolyan mondom, miért kell ilyen helyeket? Miért kell ezt? Miért kellett? Hát te só, te kérted, hogy itt bújócskázzunk. Majd legközelebb megtanulod, hogy nem játszunk ezzel. Aha. Valaki itt lőtt valamit.
Látok, már hátulról lőttek, vagy innen lőttek? Te soha majdnem megöltél. Valakit itt megtaláltam, ja. Én voltam. Easy, 1-0. Jó, ilyen easy, nem easy ez. 1-0 izének, az angoloknak. Ja, akkor mi vagyunk? Mi melyik ország? Nem tudom. Jó. Na, én nem. Hát mondtam volna, hogy magyarok, de nem akarok nyerni Magyarország ellen, szóval. Lehetek, nem tudom, kiket utáltam, lehetek románok, nem. Na jó, nem, valami szép országot találjátok ki. Na jó, gránátozzunk be itt valami ablakon. Ablakon nem szabad. Hopp. Tesó, én fel nem megyek ennek az jó, valaki bujkál nagyházak tetején? Várj, megmondom. Megmondom, hogy hazudnak-e. Most mondtuk el. Jaj. Jó, de mondom, megmondom, hogy hazudnak. Jó, hát persze. Jó, valaki, Szabi, játszol velem meleg hideget? Játszok. Nem. Jó. Szabi, na, Szabi nem szeretne kezdjük? Játszani sem. Biztos akarsz vele játszani? Ki tudja neki, mit jelent a hideg meleg. Jó, oké, ott hideg, for... Jó, nem, hideg. Melegszik. Ez elég meleg? Az elég meleg, de amúgy erre kell melegszik, figyelj, melegszik. Hopp, kicsit elfordulnék jobbra. Van HP-m, mert megölnek ember. Várjál, kicsit, várjál, most mondjad. Na, nézd csak. Én lehet, hogy egy meteor becsapódást keresnék. Oké, ne segíts meteor többet. Meteor becsapódás. Értem a célzást. Ott van valami víz. Jó, lejöttem a meteoritba. Hopp! Lejöttem a zseteoritba. Easy! Mik vagyunk most? Franciák vagy mi? Easy! Mennyi HP-d van még? Te godba vagy! Nem vagyok godba! Mennyi HP-d volt még? Nem tudom, maradt 4 vagy nem tudom mennyi. Te milyen katona vagy? Te komolyan mondom, hogy nem halsz meg 2 gránát robbanásra a segged alatt. Hát tesó! Nem vagyok izé! Hülye angol! Olyan sem! Hogy? Olyan sem! Vagy ott szüpelme, úrvány? Mi vagyod az angolokkal? Water! Na, hagyjál már! Jó, persze, hagyjuk már, te is! De amúgy, most kajak? Hát nem hiszem el. Oké, kirepülök innen. Amúgy én az előbb véletlen lasszire repültem, vagy mi az... Húsira repültem, vagy tépésztem. És konkrétan ott volt valami föld alatt, szóval tudom, hogy ő is föld alatt van. És konkrétan mozog. Mozog? Lehetett mozogni? Na jó, akkor adjatok egy koordinátát. Be kell mérdem a rendszerembe. Együtt csinálok. Ütegetem a blokkokat, és akkor... De mit tudsz blokkokat? Nem üthetsz blokkokat sem, szóval. Ember, amúgy miért van az, hogy én nem bírok kiütni blokkot, és nem kapom meg a blokkot, amit kiütök? Nem tudom. Nem tudom, de ez nagyon rossz. Na jó, oké, valaki segítsen nekem hidegmelegezni. Nem. Hát... Szabi, tesó. Jó, figyelj, kicsit balra. Kicsit, jó, hát nem azt mondod, hogy legyen GPS, de nekem így is jó. Jó, balra, forduljon balra. Jó, menjen egyenesen. Jobb. Le. Menjen le, jobbra. Lehet, jobbra, tesó, milyen jobbra. GPS vagy? Hopp, igen. Hopp, oké. Most jobbra. Jó, ebben a gödörben lesz valahol. Igen, oké. Igen, de forduljon meg. Megfordulok. Jó, most jobbra. Én jó. Megyek, ahogy lehet. Oké, okay, most jó. Jobbra. Jó, most jobbra. Várjál. Tesó, de neki nagyon durva fegyvere van! Látod, ezek a francia katonák. Meghalt már! Nem, még él. Jó, oké, meghalt, easy. Russia. Azon az angol vagy. Hát honnan tudjam, hogy van az angol himnusz? Hát nem tudom, nem nézel focit? Hát nem tudom, tesó. Fogalmam sincs, akiknek milyen izéik vannak, ilyen nem tudom, Just Timberlake, meg ilyenek éneklik, nem tudom, az... Hagyjuk, na, szóval... Ember, megjöttek a zombik! Mi a szar? És
kajak volt nála egy kapa. Na jó van, oké, következő kereső nem más lesz, mint Szabi. Szabi. Ne már. Let's go, let's go. Skibidi dab dab dab, yes yes, Skibidi Szabi bi. Ratatalia. Itt vagyok Szabi, egy nagy szar, Skibidi Szabi. Na jó, akkor befoghatod. Majd te megtaláltál. Valaki rakjon már izét, radart Szabira. Radart. Van rajtam. Tényleg, jaj, jó, oké, akkor ez egy jó jel. Van rajtam. Akkor ez nagyon jó jel. Távol van. Hú, ember. Alig velem, úgyhogy más segítsek, hogy olyan jó dolgokat lehet erre mondani. Mire? Hát, amire vagyok. Azért az mondjuk érdekes, amikor azt várod, hogy hogy segíts már, mert... Hát, ember, olyan jól el lehet így, nem tudom, játszani azt, ahol láttam, hogy hol vagy. Nem. De. Nem. De, szerintem én láttam. Jó, lehet. Nem tudom, nem mondjuk ki hangosan, jó majd? Nyilván nem vagyok köcsög, amíg te se vagy az, szóval csak okosan ennyit szeretnék mondani. Én nem néztem azt, hogy a többiek hova bújhattak el, de nagyon remélem, hogy nem ilyen helyre, ahol én vagyok. Ez túl OP, túl OP. Na, akkor van egy ottlutám. Na jó, van, mindegy. Szar vagy, úristen, game mode van ez a csicska, úristen! Ez túl OP, túl OP. Van egy ötletem, én se eltoptam. Jézusom, srácok, game mode van Szabi, mindenki menjen a föld alá, vagy a legmagasabb tetőre, most azonnal, eltépéznek kis sárjel. De nem, most komolyan, amikor egy első pillanatban mondtátok, hogy én egy nagyon jó helyre voltam, na mondom, tudja, hogy a rakétában van. Nem csak úgy akartam, hogy segíteni, nem tudom, hogy mondok ilyen boom, meg nem tudom, ilyen hangokat, hogy mondom így sok segítség, de így tök jó lett volna, jó van. Ember, de miért vagy game mode, megöltelek volna, direkt bekempeltem egy sarokba, hogy amint bejössz, szétdaráljalak. Hát már itt a tűzbe miatt, a tűz miatt. Jó, GM0 Szabi, Deop Szabi. Ne! Jó, nagyon jó. Csalás. Jó, milyen csalás? Amíg te vagy a kereső, az még alapnak kell lennie. Na jó, akkor nem mondom, hogy bújjál még egyszer, mert az... De ki sem úgy komolyan? Most így komolyan? Miért most mondd azt, hogy nem érdemli meg? Jó, ezek után megérdemli, csak így... valamit megbeszéltünk a legelején, de mindegy. Hát, hogy nem bújunk föld alá, és meg én föld alá bújunk. Nem bújunk föld alá, meg így a legmagasabb tetőre, meg ilyenek, te így. Jó, akkor a legmagasabb tetőn van. Ki tudja. De várjál, Szabi, azt is megbeszéltük, hogy izébe, survivalbe vagyunk, szóval helyedbe... Hát, lehetnek fegyvereink, tudjuk egymást lőni ilyenek, ja, de... Hát tudtok lőni. Ja, igen. Hát tudunk lőni, igen. Jó, van, hagyjuk. Hagyjuk. De random itt felmentél egy tetőre, hát nem mondtam, hogy felment egy tetőre, csak azt mondtam, hogy vagy felment egy tetőre, vagy lement a föld alá, ki tudja hol van. A tetőn. Jó. Nem szabít a föld alatt. Aki most lent van, a felhők felett, aki most fent van, ott is marad. Várja. Akarok izélni, akarok random ugrálni most már, nem, nincs kedem GM3-ba így repülgetni. Nem látom! Csak a Szabit nézed izé game mode-ba. Jó, várjál, izét akarom megnézni, husit. Oké, itt fel lehet menni. Várjál. Úristen. Úristen. De komolyan? Hát amúgy nem nehéz, hogyha bemegy oda, de így nem tudom, így én soha nem mennék be így ide, de jó, igen. Nem nehéz. Csak, ja, amúgy ez a város egy labirintus, tehát én amúgy engem csak azt sem szól. Na ne! Szabi random felment egy házak a tetejére, képzeljétek el. Ki mondta, hogy abban, annak a háznak a tetejében vagyok. Csinálsz, Szabi? Ha te se tudsz felmenni, akkor ki se tud felmenni. Hát de lehet, hogy csak felrepült. Nem, nem, csak te szoktál ilyeneket csalni, Szabi. Én nem. Lehet, felrepült, az fönt van a... Kettő tehén feljutott ember. Mi a szar? Ezek hogy jöttek ide fel? Meg egy bárány is. Jó, segítek, ide fel lehet jönni, jó? Ne segítsnek inkább, ne segítsnek inkább, mert csak rontasz a helyzeten. A tankba voltál már, Szabi? Vagy inkább úgy fogalmazom, ide le lehet jönni. Ember, miért nem a tankba bújtam, oda soha nem ment volna be. De ezek egy rohadt nagy atombombának a közelébe egyből bemegy. Én úgy oda akartam a lapjáraton. Ilyen szerencsé, hogy Szabi még nem nézte meg. Milyen szerencsé, hogy nem tudja megnézni, nem tud felugrani. A tankra. De meg tudom nézni. Hát, nagy nehezen rájött. De nem tud kijönni, vagy de ki tud. Amúgy, ha nem mondjátok, hogy ebbe be lehet jönni. Hát mondom, ide kellett volna bújnom, ember. Majd kövinek. Akkor egy tetőre, ahol föl lehet menni, és
lehet látni. Hát benne van, hogy tetőre bújtál kis, de amúgy nem bírom, nem akarok segíteni, de nem bírom. Valaki nem bír. Mit nem bírsz? Na jó, elmondok mindenkiről egy segítséget, vagy nem mondja? Na mondja, de mondja nyugodtan. Kis nem a tetőn van. Husi pedig egy házban. Hát ez... De nem a ház legfelső szintjén, ennyit segítek. Hát de mennyi ház van itt? Hát ezt újra átnézem, na jó. Hát... Mondom azt, hogy a ház nem legfelső emeletén, szóval ez, így... Ez közel vagyok az üveghez. Jó, oké. Okay. Közel van az üveghez. Ez a kicsit sok volt, amúgy de mindegy, nem baj. Ember, így se fog megtalálni. Nos, miért Husit keresed? Vagy a hidegmelegezzünk, nem tudom. Jó, hidegmelegezzünk. Á, nem. Nem, game módban volt, és győztem volna ellened. Nem győztél volna? De. Hopp, várja csak. Hopp, na várj, be lehet törni az üveget, de jó láttál? Taktika. Szabi, tényleg, ne! Ne találj meg, kérlek. És nem tudsz kijönni? Jó, de ki tudok, de ki tudok. Na gyerünk. Láttad, milyen közel volt? Láttam, nagyon durva, majdnem lebuktál. Ja, ez nem veszem be. Nem, ha nem jöttél volna észre se vesz. Ne részem el, de amúgy nem játszunk már ilyen fegyverekkel, amúgy nem, mi ez a nukleáris fegyver? Amúgy tényleg egy lövéssel lelőtte. Nézd már! Hát hány ápja volt? Nem tudom, én de megint darálni kellett, hát mi ez a fegyver? Ja, amúgy tényleg húsa egy csicska, hogy ilyen fegyverekkel játszik, de mindegy. Ember, katonák vagyunk, nem izék Super Star Wars, meg ilyenek. Super Star Wars. Na akkor Kis hát megint ember... elhozta a legjobb taktikáját, elbújt egy földajtó mögé. Már csak azt a földajtót kell megtalálni. Lehetséges. Teljes mértékben, ahogy mondod. De innen hogy menjek ki ilyenkor? Várjál, keresem Kist, hogy hol van egyáltalán, mert szerintem nagyon nincs Szabi hozzá közel. Várjátok, én nem tudok kimenni. Én szerintem tudsz kijönni. Így nem lehet kiütni a blokkokat. Jézusom és... Kis, Jézusom! Haló! Mi van? Hol vagy? Esetleg túl pró vagyok, meg ilyenek. Na jó, kitépézlek a tankra. És mi? A tank... Te nem tépézel sehova! Mi? Kiszedtem, na. Kitépészlek a tankra. Igen. A tank körüli, nem tudom, 150 blokkba lesz valahol a Kis. Egy, kettő, három, négy, öt, nem, de azon belül. Jó, legyen csak 100 blokk, jó? Segítek. Aha. Jó, figyelj, ilyen segítségeket adhatsz még neki, tehát, hogy most... Jó, legyen csak 80 blokk. Menjek lejjebb, Kis? Várjál. Attól, azon nézélek, hogy lehet, hogy ide bújt megint, ahol az előbb, ebbe a gödörbe. Ja. Bármilyen gödörbe bebújhat, igazából elég sok gödör van. Ugyanoda bújtam, te somsz. Na, görbe bögre börge göbre. Görbe bögre hörge mörg bözre. Löbre bögre, le. Ááá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 á én ezt nem bírom, olyan sok föld van itt mindenhol, ezt nem lehet bírni. Ember, amúgy én nem értelek, Szabi, nem értelek. Hát mit nem? Hát meg kéne találni Kist. Nem tudok kimenni. Hát de ő Szabi, ő nem tud ilyeneket, megtalálás, meg győzelem, meg ilyeneket. Nézd, itt egy vízblokk, vagy nincs semmi, megnéztem neked. Egy vízblokk. Ilyen vízblokk. Nem már, de miért mentél vele? Na, Szabi, én tudom, hogy tudod. Nem tudok innen kimenni, itt van? Akkor itt van, mert nem viszel ki innen. Lehet. Ahol én vagyok, oda be is lehet jutni, ki is lehet jutni. Igen. Na meg lesz? De nem áll, Szabi. De úgy szerintem játsza, nem? Szerintem tudja, hogy csak játsza magát. Én nem játszom. Volt már, hogy... Fie. Ez... Most de voltál ebben a szobába, de miért nem? Voltam, de nem jutottam, nem gondoltam, hogy ott van hátul, mondom, tud idáig. Direkt nyitva hagytam a külső ajtót. És amúgy volt fény az a kedvencem, hogy fákjával álltál a kezedbe, és nem tudod, hogy világít valaminden ki a szobából. Jó, akkor keressem most Kis. Jó. Nem. Oké, okay. Következő körben Kis fog keresni! Kagyjátok vissza de a bókémat. De az már csak a következő videóban lesz. Na szóval akkor Kis köre van, nézzük, hogy ő milyen gyorsan fog minket megtalálni. Szerintem nincs sok esélye. Most én is kicsikét nehezebb helyre bújtam el. Azt gondolom, itt látszódom egy picit, de nem baj. Ember. Na, Kis.
Ember! Kis? Ember! Mi van? Ember. Állat. Ember, ember, de cember. Piros havas ember. Sűrű havak szitáznak. Ember. Ha-ha-ha havazik. Na jó. Pusi! Maradj már csendben! Na, kis, van kis elláthatóság? Van! Nem láttalak, te szar, úristen! Na jó, de nem baj, fedd magadra nyugodtan! Minden, amúgy idegesítsük már kis, rage-eljük már ki! Ezt lehet kilépni és nyerünk! Engem nem lehet felidegesíteni. Gyerünk, kocs, menni, hajrá! Keresd már meg, találj már meg! Akkor mehet is a Pertor, Szabi. Nem, ez csalás! Na, akkor meg csitulom. Nem, hogy beszél az, aki game mode 1-be ment végig. Na jó, én lehet, hogy elkezdek. Mi lenne, hogyha mozoghatnánk? Nem. Mi lenne, hogyha nem tudom, mászkálhatnánk és így lövünk egymásra? Ez szerintem menőbb lenne. Nem. Oké. Ha meglőttelek, akkor már mozoghatsz. Hát, de tesó, hogyha közel vagy... Hogyha 5 blokkon belül vagy, akkor mozog. Mi a szard? Mit villámozol belém? Belém is belém villámozol. Jó van. Ki volt, ki nyomta a villámot, kis? Húsi nyomta! Szami volt! Ez a videós kötél! Húsi, rám neked! Imádom, mindenkit utál, ez a legjobb bujócska, ez az... Rohadjatok meg! Na, mennek az izgalmak, srácok, tudjátok mit? Aki megtalál engem, annak a csicskája leszek 5 percig. Nézd, hogy aki megtalál. Hát én csak én találhatok meg, hülye. Jó, akkor kis, hogyha megtalálsz 2 percen belül, kapsz tőlem 0,01 bitcoint. Az jó, az vagy 1 millió. Az mondjuk ilyen 10.000 forint, amúgy ez se rossz. Na, ne, akkor kapsz tőlem 10 dogecoint, mert ez ilyen kutyás. Az mennyit ér? 40 forint? Kb. Na jó, nem, na. Egy jó, már kriptofei. Jó, oké, azt adom. Béna! Fogd már be a büdös pofádat! Haladjál! 116! Értékelném, hogyha befognátok a pofátokat és magatokba számolnál. Azt mondod, hogy nem tudunk fejlegesni, de ideges voltál. Nem vagyok ideges, irritálva vagyok. Azt mondtam mindig a találom, hogy nem vagyok ideges, 100 évig élhetek. Miért lett csönd? Nem tudom, mindenkihez közelve mindenkihez. De ez jó duma. Na. Én még nem láttam kisnom, hogy a térképen biztos, hogy van rajta. Nem lehet, hogy az üveg másik nincsen. Oldalán bújtam most el? Már nincsen, mert izé híleltem. Ja nem, akkor hagyd meg. Valaki már, de ne hílej. Perfid. Hát de, mert belém tolozott ez a büdös csír a fej gyökér. Az én nem voltam, tudom, miről beszélsz. Mint te is, meg a Szabi is. Nem vagyok csír a fej. De. Kikérem magamnak tök menő fejvédőm. De van Husi. Húsisakom. Megvan Husi. Megvan. Nem áll. Takarodjál már te Szabolcs! Szabolcs Szatmár Bereg megye. Srácok, támadjuk le egyszerre, mind a hárman támadjunk rá. Csinál? Gyere rám Csíra, gyere! Eltüntette a hangzét, rakjátok vissza rá, eltüntette magáról a láthatóságot. Ne. De tesó, mi az, hogy sílezed magad? Nincs ilyen. Hát de, mert rakja rám a szoros effektjeit, ez a jaj nagy command mágus vagyok, értek? Mert beírtam, hogy pár effekt. Menj ki a kontra! Mi a szor ez, ember? Azt a rossz teget. Elindulok én ilyen magán ninja akcióba. Én deoppolni fogok mindenkit a szerverről amúgy. De amúgy ne szivassátok már szerint. Jó, oké, várjál. Én nem látom amúgy, valaki... Amúgy én lőni akartam folyamatosan, de egyszerűen olyan béna, hogy... Nem meghaltál? Tudom, nem, egyszerűen nem tudom elfogadni azt, hogy ennyire béna legyen. Na, most pofázzál Csíra, Vityek. Most pofázzál, hülye gyerek. Ez itt jó, na. Mert itt ezt valaki kiütötte, szóval nem lehet már kimenni. Na, valaki rakj is a látszatóságot, mert én még nem láttam ez alatt a videó alatt egyszer sem. Rajta van, nem látszatóság. Rajta van? Ja, jó.
Oké. Okay. Még mindig nem vicces. Én nem is viccelek, tesó. Én itt állok ebben a dologban itt bent, és így senkit nem láttam még. Ebben a dologban itt bent, te egy házon belül vagy. Lehet. Amúgy most eljel kezdted segíteni lassan. Már mindenki megvan? Hát rajtad kívül, ja. Ja. Jó, hát nem tudtam, hogy ennyire nehéz amúgy ez a hely. Én tökre egyszerűnek gondolom. Én azt hittem, hogy itt én fogok tényleg elsőnek kiesni. Háj. Csackom, hogy ez szabályos? Nem tudom, valaki néze. Jó, mindegy, csak gondoltam, hogy kibővítom a mohot. Na mindegy. Mi? Semmi? Mi az? Kiütötte a szaros üveget ez a csíra. Nem! De... Most jöttem ki, de nem mentem ki rajta. De... Ezzel is segítettem, hogy az üveg mellett vagyok. Látta, itt vagyok. Segítettem. Dani, nézd hátra. Várjál. Ja, szia! Szavasz, hogy csinálod a fejük. Köszönj, nem ölesz meg. Köszönj, nem ölesz. De hogy látsz? Kajaka? Nem! A pálya másik oldalán van. Én hallom mindig álltam úgy, de még mindig nem láttalak egyszer se. Nem is lőttem. Mi azt mondom, és akkor kilövöldözik egy minigánnal? Hát tesó, valaki nem tudom kilövöldözik, de halkít soha lejjebb. Akkor itt vagy közelembe. Nagyon jó, és most nem tudom, hogy a kereső. A széléhez közel vagy, Dani? Hát ezt mondtam, hogy kiütöttem a szélét, szóval igen. Ja. Közel vagy? Mondtam, igen. Igen. Szóval ezzel is segítettem már, látod. Mi az, Szabi? Mi a? Ez az annyira bonyolult hely, hogy így... Nem, amúgy nem bonyolult. Egyszerűen azon csodálkozom, hogy kis... De kis mennyire noob! Igen. Ja, fogd a pofádat, abban a pillanat, hogy elkezdtél ugatni, 2-10 másodpercet megtalált. Szeretet és béke, ne utáljuk egymást. Légy szíves. A bicse. Hagyjuk abba, igen. Egy család vagyunk. Egy család! Család? De! Kis család! London! Ne csinálj rám jönni. Na jó van. Hát tesó, mit kezdek én minigán ellen? Tényleg? Ti ilyenekkel jöttek, én egy AK-val, vagy gyere, nyomjunk már le egy PvP-t. Csak azért is, itt vagyok melletted. Várjál, csak akkor szedek AK-t. Vagy maradhatom a minigán? Minigánnal, én meg AK-val. Csak játsszuk le most, hogy rád lövök, akkor mi lenne. Jó. Ember! Tesó! Hát tesó! És ez olyan, mint érted egy revolverrel támadni egy, nem tudom, egy tankra. Hát kávé, de ember. Mi a szar? Magát lőtt a karakterem. Mi? Nem nyúlok hozzá az egérhez, közel megyek egy random blokkhoz és elkezdi ütni. Ilyen volt már nekem is. Ja, jó, a belső ilyen ideg rohamod, vagy nem tudom, így üti. Kijön ugye a Minecraft karakteren. Lehet már annyira fejleges tettő is meg. Na jó van. Srácok, utolsó kört pedig Husi fogja nyomni. Nézzük meg, hogy vajon ő meg fogja tudni minket találni. Jaj ne! A tryhard elkezdődik. Búj, búj, zöldek, zöld levelek. Na jó van, gyere Husi. Nagyon... Búzsak, bújjatok rajta. Nézzük, mennyire vettek bőle. Rajta. Már hallom, hogy valami kommandokat írkálsz be. Gépezve a klaviratúrádon. Klaviratúra. Tesó, nem tudom, kik hívják amúgy, de engem is nagyon felsesz. Klaviatúra. Igen. Klaviatúra. Ezt nem biztos, de nem hiszem, hogy a billentyűzetnek ez a neve, tehát hogy... Klaviatúra. Klavia, de várjál, túra. Klavia, mi a, akkor a klavián túrázol. Miért, Dani, te se youtuber vagy, hanem digitális tartalomkészítő. Nem, influencer vagyok. Meg youtuber, meg Dani, videós, Dani, meg digitális. Ne alázd meg magadat, ne alázd meg magadat. Jó. Ez egy nagyon erős szó. Az influencer az talán, nem tudom, én úgy gondolom, hogyha így már, így nem tudom, a YouTube-on tevékenykedek, az influencer a legrosszabb dolog, aminek hívhatnak. Jöhetsz még vissza párszor, ugyanez lesz a vége. Mi az Isten? Mi? Visszajöhetsz, visszajöhetsz, de ugyanez lesz a vége, úgyhogy de lejössz, szóval menjél máskor esni szépen. Mi van? Tépézzek vagy. Hát gyere most tépézz rám. Mi van? Mit csináltok? Tesó. Én tépézzek, és akkor hagyd menjek, és akkor békéhagyd. Jó, szia! Szia! Jó, keresek új búvóhelyet, jó? De ne lőj! De! Akkor én is lőhetlek? De tényleg lőjél! De legyőzni PvP-ben nem fogsz! Tesó, globál vagyok! Egi! Köszönöm! Miért nem minigunnal mész? Nem is fogjálok ki! Hol vagy?
Lásd le gödörbe? Na jó, Tomi. Gyere, lőj le, én már megsajnáltalak, egy gödörből nem tudsz kijutni, gyere, gyere. Itt szeretem, csicska. Na jó, nem! Na jó. Jó, elfogadom a halálom. Na, nézzük ki, úristen kis, én nem bírolak téged. Én nem, én te lennél az utolsó ember, akivel de elmennék. De kussolj már, Dani! Ez olyan dolog, hogy nem tudom, elmegyünk bujócskázni a haverokkal, így nem tudom valahova, így még nem tudom, 6 évesen. És akkor nem tudom, azzal szivattak, hogy emberre, nem tudom, bementek a házba, azt nem is bujócskáztak. Na jó, de amúgy annyira kis köcsög, hát oda jön így shiftelve. És így felnéz. Followed. Ja. Ja, hogy nem volt rajta láthatóság? Nem volt rajta. Amit megöltél. Ja, nem, bocsi. Jó, nem kis a föld alatt van. Föld alatt? Igen. Aki most lent van. Igen, fix a föld alatt van. Elmondom, mert én nem bírom már tovább, hogy kis itt csal. Mit csalok? Te vagy egy csaló csal. Jó van, én is akkor megyek mindig föld alá. Nem, én belebújtam a tankba kis. Menjél. Én belebújtam a tankba, Szabi meg a rakétába. Who cares? Jó van, ez a igazi katonaság, srácok. Látszik, hogy nem voltok még katonák. Maradjál már. Hát én nem is akarok katonálni. Hát pedig... Pedig? Pedig ez lehet nem kérdés. Hát ha nem kérdés, akkor meg úgyis tök mindegy. Jó van. Na, szóval... Husi, izé, zöld fülű, hogy szokták ezt mondani? Újonc. Zöld fülű. Aknavető, na, találd meg kist, közlegény. De már ilyen vörös sapkás vagy. Azok erősek. A zöld sapkás. Ja? De honnan tudjam már ezeket a jeleket? Hát legalább a filmekből. Jó. Ha már te nem voltál soha igazi katona. Gyerünk, Rambó. Egy se jobb. Arnold Schwarzenegger. Az egy személyes hadsereg. Arnold Schwarzenegger. Terminátor. Terminátor 3. A gépek lázadása. Ember amúgy vissza kell nézni ilyen OG filmeket. Na jó van, Husi, jumpolj már ki ebből a gödrösből. Jó, már flyol. Jó van, nem csalódtam. Na. Flyol? Mit csinál? Ki flyolt egy gödörből, már fél. Flyol! Úristen, jó, kis ugyanoda bújt, ahova idáig kétszer elmondom neked, de úgy se tudod, hogy hol bújt kétszer. Tényleg? De nem biztos, hogy úgy, ahogy te azt gondolod. Ennyit. Jaj. Tum, tüdüm, tüdüm, dün, 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 dün. Hát megszívtad. Nem tudom. Nem hiszem. Ember, Husi. Igen? Nyugi kis, pihenj közlegény. Ne világíts! Nem látok semmit. Hát ő igen. Na. Szóval jó látni, ebből úgy csinálnék ilyen sorozatot. Hát valamilyen szinten itt vagyunk, nem? Hát jó, igen. Husi. Husi, miért vagy ilyen... hülye Musi? Musika. Musica. Ratatatata! Jó. Hát messze nem off-colt, vagy nem tudom, már megunta. Hát mi kezdjük el vele, jó, akkor játszok újra. Hát... Ó, Istenem. Már sajnáltalak, ember. Srácok, ez volt a katonai kihívás bujocska. Remélem, hogy tetszett, igen, akkor csapastok egy hatalmas lájkot, és találkozunk a következő ilyen videóban. Sziasztok! Sziasztok! Hello!